Csánépek! Indíts! Polákmentes szerveket kívánok! Hoztam egy csatát a Szuszáz Y-nal. Hát csatának nem nevezném, inkább agyaggalamb lövészetnek, amit végre fogunk hajtani. Na, a pálya, a Mountaim Pass, full 6-os tier. Olyan jó, hogy mostában a Wargaming csak ilyen matchmakinget ad nekem, hogy vagy saját tier, vagy egy, vagy kettő plusz. Olyan, hogy lőjessem a kicsiket, az olyan már elmúlt. Na, hát megyek errefele, mert ezzel az oldalon sajnálatos módon nem tudok jobb TD-s pozíciót, mint ez a szar hely. A másik oldalon még csak tudok valami jó helyet, de itt nem tudok, tehát ez az oldalon, ez a katasztrófa. Na viszont mindjárt a VK, hogy hozzájárul a piaci sikereimhez. Egy 381 gyorsan is bulítottam. És majd fenn ott a kanyarban lesz az agyag galamb lövészet, mert ők nem fognak látni engem, hát nekem az meg csak kifejezetten jól, azt mondjuk azt hiszem a VK36 meg egy páran az életüket adják ezért, hogy én ki tudjam pucolni a placot. Igen, megjelent új is, hát miért is ne, az mindig funny. Egy top tíres evitank, hát a top tíres, hát saját tírben van, de attól függetlenül akkor nyomuljunk előre, hogy valami. Na de se baj, kezdődik az agyangalam lövészet. Új, itt még egyre nem akartam lőni, gondoltam, lesz ott puhább célpont is, csak kéne a spot. Majd az olival is foglalkozok, de elengedek egy nagykép lövést a 100-asra. Csodás volt, nagyon elarcoskodtam a lövés, nem baj. Következőre finomabb és pontosabb leszek. Ami még hozzátartozik, hogy a T-84-85 ember azzal a kis húgypatronnal, most kapott egyet, ezzel még én a mai nap, tehát ez volt vasárnap délután, október 16-a, vagy mikor voltunk, ez délután volt, és este még a csávval összefutottam, majd bele találkozok a nap folyamán. Na, VK30 buli, valamit előtte lőttem, tehát vaklövésén is lesznek, mert papíron 1900 valahány damázs lesz, de 2400-ra felvegyünk, tehát valamit ellövök én még. Na most viszont nem tudok mással foglalkozni, mint a hóival. Hát ebből valamit kivittem a tornyából, kettőt is. Tökéletes, 479 nagyon-nagyon borított a gun. Hát a VK30 puli az még egyre nem játszik. Jagdpanzer 4 nem játszik, viszont lassan majd ki fog nézni ott a hói. Még egyszer, és kapni fog a pufájára egy befejező lövést. Tökéletes, nagyszerű. Na, hát itt elpárolgott egy-két tankocskánk. T-150 megy előre, mint a bajnapok. 85-en is már van. Ott van a baszató barátunk is. Gyere csak, cicus cicc. Nice, 89 HP-ról el is küldtem. Hát azért van, hogy ez agyagalambövészet. Ez sajnos ez nem más, tehát ebben nagy biznisz nincsen, agyagalambövészet. De azt hiszem, ezt a VK30P-s lövést ezt innen nem fogom tudni megoldani, meg azt hiszem sehogy se. Valamit nagyon lőnek, benn van majd roncs mögött a fiú, és elfogom azt a lövést. Holott utaltam volna, hogy ő elindul kifele, és akkor kapott egy nagyot. És itt lesz még a 85M is. Tehát ő pont ugyanezt ezt a taxot csinálta, csak másik mappon. Na most a kapott érte nagyon-nagyon szépen, ugyanúgy két lövést kaptam be most is tőle, meg utána lévőben is kettőt. Úgyhogy szép 5-36-tal kapott a csávó, teljesen jó volt. Ez az, amikor full hülyékkel van körülvéve az ember, ez ilyen. Tehát egyértelmű nagy kihívás ebben nem volt. De se baj, nekem ez csak jót tett, mert sikerült leszorzoznom a Szuszáz Y-t, és egész szépeket dobott a gán. Semmi nagy kaland, lövészet volt. 3 kill, meg van láthatóban 1913 damázs, és azt hiszem a Szuszázas kapott egyet vakon, így lesz 2000 valány száz, nem tudom mennyi, majd megnézitek a lőlapot. Hát igazából bohóckör volt. Csánépek!